A 92 és 95 között zajló boszniai háborút a Daytoni békemegállapodás megállapodás zárta le, az egyezmény katonai rendelkezéseit a NATO égisze alatt működő AIFOR később pedig az ESFOR biztosította. 2004-től pedig az Európai Unió vezette EUFOR váltotta fel. Magyarország jelenleg mintegy 160 katonával van jelen a misszióban. A magyar katonák törzsfőnöki beosztását pénteken Spisják József dandártábornok vette át Sípos Ernő Péter dandártábornoktól. Az ünnepélyes átadáson Dieter Heidecker, a tavalyi évvégén végén kinevezett osztrák parancsnok és Ausztria szarajevói nagykövete kitüntetésben részesítette a legköszönő magyar dandártábornokot. Minden katona, aki külszolgálatot teljesít, a missziós tevékenysége kapcsán szembesül avval a kihívással, hogy egy több nemzeti kötelékben meg tudjon felelni azoknak az elvárásoknak, ami egy professzoros katonával szemben követelmény. Én nagyon örülök annak, hogy ezen a követelményeknek meg tudtam felelni. Alapvetően, ami nekem a legfontosabb volt, hogy ki tudtam alakítani egy jó munkakapcsolatot a 23 nemzet állományával, ami előre vitte az a szarajevói táborban szolgáló magyar katonák törzsfőnöki feladatát ellátó Spisják József mérnök Dandártábornok fontosnak tartja, hogy továbbra is fegyelmezetten, felelősséggel vegyenek részt a feladatban a magyar katonák. Minden magyar katonának ezt tudatába kell lenni azzal, amikor kimegy a misszióba, hogy ő Magyarországot képviseli. Az mindegy, az, hogy most eu színekbe, vagy pedig NATO színekbe. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor a magyar katonák ezt az egyenruhát felvették, mindenki tudatába is van ennek a feladatnak. Csak azt várom, hogy azt mutassuk, hogy professzionális szinten tudjuk űzni, nagyon együtt tudunk működni más nemzetekkel. Az ünnepélyes átadás átvételen Szarajevóban jelen volt a Székesfehérvári Összhaderőlemi Parancsnokság szárazföldi haderőnemének főnöke, Huszár János Dandár tábornok is, aki személyesen tájékozódott az Egyesített Balkáni hadszintér jelenlegi helyzetéről. Az EUFOR erők végső célja a Balkánon az, hogy az ország a béke megállapodás teljesítése után tovább tudjon lépni az európai integráció felé. Hogy mi történne az EUFOR erők nélkül a több nemzetiségű balkáni országban, arról még nagyon korai lenne bármit is jósolni.